Dimmi, Stefaki, dve bala szulám, et kvar Tehát Bala Szulám írásaiból olvasunk az árvott cikkből. Kérdéseket föltenni, mint mindig a Kabbala TV-n keresztül, megfelelő kérdéseket kisugározunk a lecke során. Tehát még egyszer Kabbala tanulók, mint a könyvből olvassuk az árvult cikket. Kölcsönös garanciát. Rab. Két megközelítés van. Tehát, hogy Izrael minden tagja felelős a másikért. Tehát az, hogy Izrael minden tagja felelős a másikért, ez azzal kezdődik, hogy mi kölcsönös garanciába lépünk egymással, és ennek megfelelően nekünk úgy kell viszonyulnunk egymáshoz, hogy a kölcsönös, az, hogy ezt a kölcsönös függési rendszerünk előírja. Tehát a kölcsönös garancia erről szól, erről beszél. És nekünk így kell egymást kötelezni arra, hogy ezt a kölcsönös garanciát megadjuk, és így tovább. Ez egyfajta közös, kölcsönös módon működik, ahogy ezt látnunk kell. Nyilván ezt lehet spites perspektívával is látni, spirituálisan beszélve ugyanis. Két megközelítés van, avval is két megközelítés van, ami mind a kettő helyes, de nyilvánvalóan más szinten valósul meg. Az egyik, hogy nekünk van kölcsönös garanciánk, ahol felelősek vagyunk egymásért, ez az, hogy a teremtő viszonyul hozzánk. Ugye itt a fizikai Izraelről van szó, és miután mi ezt a spirituális szinten kezdjük el alkalmazni, ezáltal leszállunk a fizikai világ mélyére, és megvassuk ezeket az elveket. Tehát nekünk úgy kell viselkednünk, hogy képesek legyünk a teremtés tervét megvalósítani. Ez, amiről Bala Szulám beszél, a Zohár bevezetőjének a végén mondják a pontokat, hogy melyikbe, és ehhez egyfajta elkötelezettség kell, hogy valóban a teremtő és az emberiség irányába érezzük ezt, nem abból a spirituális magasságból, amiről szó van, hanem egy resim oldaláról, hogy a teremtő valóban minden egyes pillanatban ezeket a resimókat ezekkel is kötelezze az embert, hogy bizonyos módon viselkedjenek. Ezért nekünk felelősnek kell lennünk egymásért, és meg kell tudnunk valósítani azt, hogy ugye az árvot felülről ereszkedik ránk, éreznünk kell ezt, és nekünk úgy kell viselkednünk, mint egy csoport ennek az árvotnak a hatására. Tehát nyilvánvalóan itt megjelenik az árvotnak a spirituális koncepciója. És ez a felébredő resimók által, nyilván itt felébreszthető fizikai Izraelhez tartozó emberek, és nekünk is spirituális árvodat is kell megvalósítanunk. Tehát az árvod szintje azt is jelenti, hogy a reformára fényt tudjuk magunkra vonni annak érdekében, hogy egyetlen hatalmas, egyesített erővel tudjunk a teremtő felé fordulni. Ezt nevezzük úgy, hogy két egyenlő fél kapcsolódik össze, ahogy írva van. És ebben a fajta cselekedetben mi összekapcsolódunk és összekötjük az összes árvottal kapcsolatos érzékünket, mind spirituálisan, mind fizikai szinten az árvotot. Tehát amikor mi olvassuk a cikket, akkor arra kell gondolnunk, hogy mindenféle különböző verziók, variációk megjelentnek az árvot alkalmazása érdekében, minden szinten, de nekünk felelősnek érezni magunkat egymásért a hétköznapi életünkben is, ami azt jelenti, hogy nekünk mindenféle jelenségforrás fenn kell tartanunk, ami Izrael gyermekei között megjelenik, és más emberekben is, és nekünk kölcsönös büntetést kell elviselnünk, hogyha nem jól kezeljük ezt a kérdést.
Másik oldalról pedig látni kell, hogy mi nem nyomhatjuk Izrael embereit egyik erről a másikra, mi, és hogy tegyék meg az árvot ott, tehát semmi nem fog történni. Tehát ugyanez a dolog történik mindenütt. Tehát nekem, ugye hallottam a zsidóktól Amerikában, ők azt mondták, hogy mi nem tartozunk Izrael földjéhez, mi nem vagyunk Izrael része, mi amerikaiak vagyunk. Egyfelől. Másfelől. A felső rendszer és a világ pedig nem ezen a módon működik. Itt van egyfajta valóság, szeretjük vagy nem szeretjük, az lényegtelen. Az arvút, a kölcsönös garancia, az felülről kerül kikényszerítés és alkalmazásra. Szeretitek vagy nem szeretitek? Tehát. Amennyire ti felismeritek ezt a törvényt, és megpróbáljátok alkalmazni, nyilván nem lesztek képesek, de meg kell próbálnotok mindent elkövetni, hogy ez működjön. Tehát mindenféle szervezetek vannak, hogy megpróbálják ezt nyomni, és ezt az elképzelést használni. De a legfontosabb dolog, hogy spirituálisan legyetek képesek ezt a koncepciót alkalmazni, ami magába foglalja az összes szintet, ami a kölcsönös garanciában felbukkant. Tehát ez nem egy ilyen elmélet. Ez az a dolog, amely nem létezik sehol máshol, mint azonban a részekben, akik mi vagyunk, Izraelben, Jasárkelben, akik egyenesen a teremtőre irányulnak. Mivel szeretjük vagy nem szeretjük, nekünk az egész emberiséget ilyen módon kell felébreszteni. És nekünk kell különböző cselekedeteket kikényszeríteni, mert az árvút, ez pontosan ezt jelenti, ez a legfontosabb dolog, amit nekünk meg kell tennünk. Tehát milyen mértékben kell az árvótot kiépíteni, hogy valóban együtt, egy emberként, egy szívvel tudjunk összekapcsolni, és akkor minél jobban megközelítjük ezt, 125 szinten keresztül, hogy, tehát a magasabb szintről felfedezhetjük az erőt, amely valóban a teremtő, a maga, a kedvesünk, aki a kedvesünk abban, ami történik. Akkor olvassuk, mit ír Bála Szolám erről. Kölcsönös garancia. Izrael minden tagja felelős egymásért. Tehát amikor a kölcsönös garanciáról beszélünk egész, arról beszélünk, amikor Izrael minden tagja felelős a másikért. Mert a Tóra nem volt megadva senkinek még mielőtt Izrael nem értett ezzel egyet, hogy magára vonja azt a parancsolatot, hogy szeretni fogja a másikat teljes mértékben. Tehát szeress fele barátod, mint önmagad. Ez azt jelenti, hogy Izraelben minden egyes személy magára vállalja azt, hogy a nemzet minden egyes tagjáról gondoskodik, és azért dolgozik, hogy kielégíti minden szükségletét Izrael minden tagjának, nem kevésbé, mint annak a mértékében, hogy ez bele van nyomtatva az emberbe, hogy saját szükségletére gondoskodjon. És hogy a teljes nemzet egyhangulan beleegyezett ebbe, és azt mondta, hogy megcselekedjük és meghalljuk, akkor Izrael minden egyes tagja felelőssé vált, hogy semmi nem hiányozott a nemzet bármely más tagja számára. És csak akkor váltak ők érdemessé arra, hogy megkapják a Tórát, és nem korábban. Ezzel a kollektív felelősség a nemzet minden egyes tagja fel lesz szabadítva az alól, hogy saját testének szükségletei ragódjon, tehát az alól, hogy saját teste szükségleteire aggódjon, és képes volt megtartani azt a parancsolatot, hogy szeress fel a barátod, mint önmagad a legteljesebb mértékben, és képessé vált arra, hogy mindenét, amivel rendelkezett, bármely rászoló személynek odaadja, mivel 5 éve nem törődött saját testének a létezésével, hiszen tudhatta bizonyossággal, hogy 600 000 odaadó szerető vette körül, akik állandóan készen álltak arra, hogy őt támogassák. Ennek okán ők nem álltak készen arra, hogy megkapják a Tórát Ábrahám, Izsák és Jákob idejében, hanem csak is miután kijöttek Egyiptomból,
és ezáltal egy teljes nemzetté váltak. Csak akkor jött létre annak a lehetőség, hogy képesek legyenek mindenki szükségleteit garantálni, bár majd bármifajta aggodalom és gond nélkül. Azonban, amíg ők még mindig össze voltak keveredve az egyiptomiakkal, szükségletüknek egy része, szükségszerűen azon vadak kezébe lett helyezve, akik önszeretettel voltak átítatva. Ezáltal az a rész, amely idegeneknek láthatva nem biztosítható Izrael egyetlen személye számára sem. Mivel barátai nem lesznek képesek, azon szükségeteket nyújtani, mivel nem rendelkeznek azokkal. Ennek megfelelően. Mindaddig, amíg az embernek magával kapcsolatban kell aggódnia, addig alkalmatlan arra, hogy elkezdhesse annak a parancsolatnak a betartását, hogy szeress fel a barátod, mint önmagad. Rav. Ez azt jelenti, hogyha van megszerzési vágy még az emberben, azaz, akkor ennek a kitöltésére kezd el gondoskodni, akkor nem lesz képes szabaddá válni a munkában, és adakozni a teremtő irányába. Tehát ki tudja kitölteni ezt a fajta dolgot, tehát ilyen módon kell mindenkinek uralni ezt. Tehát éreznünk kell azt a fajta erőt, ami a kölcsönös garanciából indul ki. És akkor valóban megerősítést kapunk az adakozás irányába. Tehát nekünk látni kell. Tehát nekünk így vagy úgy vagy amúgy, de mindenképpen érezni kell, hogy miben van igazán hiányunk. Mert akkor tudok az adakozás felé fordulni, nekem semmivel nincs hiányom, mert a többiek fenntartanak. Akkor jön egy nyugalom, hogy a többiek fenntartanak bármit, amire szükségem van. Mert ha nincs így, akkor nekem azonnal a megszerzési vágyam kezd el előjönni. Hiszen különböző 100 000 célben vergődöm mindenféle problémákkal, azaz én soha nem leszek képes az adakozás útjára lépni, a spirituális munkának az útjára lépni, hogyha nekem hiányom van valamiben, fizikailag. Azaz, nincs választásom. Nekem mindenek előtt kötelezni kell magam, hogy elérjem az arvutot. És én ezt megteszem, akkor erőt fogok kapni a vágyaimban, a vágyaim lenyugszanak, nem vágynak semmire, nem tudom, hogy hogyan kell kitölteni a vágyaimat, mi történjen. Nem is törődöm semmivel, amivel én törődöm, az az, hogy adakozásban tudjak maradni. Hát nézzétek meg, mennyire segít, mekkora segítség a környezet ebben. Pontosan a környezet az, amelyből meg tudom szerezni az összes kapnakarási vágyamon túlmenően azt, amire szükségem van. Tehát még ha csak a legkisebb százalékos van bennem az adakozásnak, már dolgozni tudok vele. Mert ez egy minta, ez egy isteni trükk. Egy nagyon egyedi isteni trükk. Tehát tudnom kell, tehát nekünk van ez a vágyunk, az a vágyunk, de látnunk kell, hogy fiúk, blokkoljátok le az én adakozásomat, mert ez egy kölcsönös munka, ami köztem és a környezet között született. Nekem ezt meg kell fizetnem annak érdekében, hogy az én megszerzési vágyamat meg tudjam állítani, és ez az, ami az adakozás fogja jelenteni, és nekem ki kell lépnem az adakozás légterébe, a felső világba.
Tehát nekem valóban látnom kell, hogy hogy működik az egóm. Tehát nekem egyszerűen az árvotra van szükségem, hogy az egómat meg le tudjam nyugtatni. Azaz az ember soha nem tudja önmaga, ugye nyilvánvalóan valamilyen módon megzavar engem a közösség, nem tudom, hogy hogyan, de ezen a módon ki tudom építeni, meg tudom teremteni azt, hogy hogyan tölthető ki az összes vágyam olyan módon, hogy ne maradjon bennem hiány arra, hogy újra és újra visszacsavarodjak a megszerzési vágyba. Ezért nagyon fontos, hogy segítsen bennünket a csoport. Folytatni fogjuk, jobb, ha megértjük ezeket a dolgokat. És azt fogjuk találni, hogy a Tóra átadását késleltetni kellett mindaddig, amíg nem vonultak ki Egyiptomból, és nem váltak egy olyan nemzetté, hogy ennek szükségleteit képesek legyenek maguknak nyújtani. Másoktól való függőség nekünk miért? Mert tehát, hogy függetlenek legyenek. És ez alkalmasította őket arra, hogy megkapják a fent említett árvotot, kölcsönös garanciát, és ezek után pedig megkapták a Tórát. Azaz az egyetlen, hogy számvezetésben nincs szükségük árvotra egymás között? Kérdezi rá? Igen, vagy nem? Hát természetesen, hogy van. Tehát, mivel egyetlen lépés sem tehető meg a kapcsolat nélkül, a kapcsolat irányába, hogy legalább egy minimális árvot szint ne legyen. És ebből az következik, hogy még a Tóra megkapása után is, amennyiben Izraelben egy maroknyi ember csalóvá válik, és visszatér az önszeretett mocskába anélkül, hogy a barátaikat figyelembe vennék, akkor ugyanez a mennyiségű szükséglet, amely ezen kevesek kezében van, Izraelt azzal a szükséggel terheli, hogy azokat maguknak kell biztosítania. És mindez azért van, mert ezek kevesek nem sajnálják meg őket egyáltalán, ezáltal annak a micvának a betartása, hogy az ember képes legyen barátját szeretni, meg leszakadályozva egész Izrael számára. Ezáltal ezek a felkelők azt okozzák, hogy azok, akik megtartják a Tórát, megmaradjanak önszeretetük mocskában, mivel nem lesznek képesek elkötelezni magukat abban a micvában, hogy szeress fel a barátod, mint önmagad, és beteljesítsék mások iránti szeretetüket segítség nélkül. Ennek eredményeképpen egész Izrael felelős egymásért, mind a pozitív oldalon, mind a negatív oldalon. A pozitív oldalon, amennyiben ők megtartják az árvotot, ameddig mindegyik ők gondoskodik és kielégíti barátai szükségleteit, addig ők képesek teljesében megtartani a Tórát és parancsolatokat, azaz képesek elégedettséget okozni teremtőjüknek. És a negatív oldalon, amennyiben a nemzet egy része nem akarja megtartani az árvotot, hanem ahelyett, az önszeretetbe való elmerülést választja, azt okozzák, hogy a nemzet többi része is megmarad belemerülve saját mocskában és alantasságában, anélkül, hogy megtalálták a kiutat mocskukból. Barur? Világos? Cika, mert még nem kérdezett. Oké, mondja Rav. Tehát minden alkalommal visszatérünk ide, és mindig újabb és újabb elérést érünk. Tehát amit most kérdeznek a rok, tehát itt most minden... Tehát, hogyha elfogadjuk azt a parancsot, hogy szeress fel a barát, mint önmagadat, teljes mértékben, mit jelent ez, hogy teljes mértékben? Ezt nem értem. A képességedre megfelelő teljes mértékben. Hát honnan tudod, hogy mi a teljes dolog? Ki tudja ezt? Hát soha nem tudhatod, hogy mi ez.
Nem tudod, hogy mit látsz. Tehát... tehát neked látnod kell, hogyha egy milliméter is előre akarsz haladni, akkor onnan fogod tudni, hogy milyen fajta meg, dolgok jönnek még az utadba. Tehát neked mindig annak megfelelően kell haladnod, ami menni tudsz. Nyilván valamit jelentett. Oké, na, de ez az is jelenti, hogy nekem magamra kell mondom, el kell fogadnom. Tehát el tudom mondani, mit jelent ez, hogy mindenkinek a szükségletre kell gondoskodnom? Mit jelent ez? Nem jelent a szükségletet? Hát pénz, egy kis pénz. Te vagy az, akinek össze kell tapadni a teremtővel. Tehát minden is alkalommal látnod kell. Tehát mit jelent ez, hogy aki fizikailag rossz állapotban van, szellemileg pedig nincs? Oké, na de ezért érzik az emberek, hogy vagy ez van, vagy az van. Ezért van az, hogy az emberek azt, valamikor azt érzik, hogy fizikailag ebben az állapotban vannak, és mit esem meg a maga. Hát nyilván az árvot fogja megoldani, ezt valószínűleg magyarabb. Oké, mondja Cika, de... tehát... elmondani nekünk, hogy... tehát... milyen fajta kölcsös garanciáról beszélünk, mert az emberek nem értik mindent. Mi ez az árvot, amire nekünk közösségünk lenne? Gyakorlatban mi azt tanuljuk, hogy volt egy esemény, amely a világban a törés volt, a Nikodim világában megjelent a törés, és ez a lelkek törése is volt az acilut világában. Tehát a rendszer eltört a Nikodimban, a lelkek pedig eltörtek az acilutban. Tehát ezért mi most egy olyan állapotban vagyunk, amit ennek a világnak nevezünk. Mit jelent ez? Mi egyetlen spirituális edénybe vagyunk bekapcsolva. Nyilván egy másfajta valóságban, amit úgy hívunk, hogy fizikai világ, és azt érezzük, hogy töröttek vagyunk. Itt jön a kérdés. Mi az, amin keresztül megyünk? Nekünk meg kell vizsgálnunk a helyzetünket, hogy a természet mire kötelez bennünket, mit tegyünk, és hogyan tudjuk magunkat elrendezni. Az összes gondolatunk az a lesi módon megfelelően jelenik meg, ami felbukkan bennünk. Ez egy folyamat, amivel minden fajta resimókat tudunk összegyűjteni, felébreszteni. És nyilvánvalóan ugyanúgy, mint a számítógépben, ennek megfelelően, hogy a számítógépben az azokat összegyűjtjük, kell összegyűjtenünk a resimókat is, és ebben megfelelően tudjunk a folyamaton végigmenni. Tehát amikor ebben a folyamban vagyok, akkor hogyan tudok én önmagamnak előnyt, a másoknak előnyt szerezni, hogyan tudunk előre mozdulni? Hogyan tudjuk ezt a folyamatot alkalmazni a saját erőfeszítéseinkben, a saját előadásunk érdekében? Ez az, amit nekem tennem kell, és ez az, amiről tanulunk a kabalában. Azaz a teremtmény ebben a világban nyilvánvalóan egyfajta használó útmutatót kap, amely Tórának nevezünk, vagy Zohárnak, vagy ami a Zohár szó a fény szóból jön. A Tóra is ezt jelenti egyébként, tehát a ragyogást vagy a fényt. És itt mondva van, hogy a folyamat, amin keresztül kell menni, az nyilvánvalóan megadja a lehetőséget, hogy úgy menjünk keresztül a folyamaton, hogy vagy felgyorsítjuk az időt, vagy pedig benne vagyunk az időben magában. Tehát ez az, amire a kabala hozzávezet bennünket. Tehát mondva van, hogy ha ti fel akarjátok gyorsítani az időt, akkor tegyétek meg, ha nem, akkor pedig az időbe való eladásra kell koncentrálnotok. Tehát ennyi. Tehát lehet komplikáltan reagálni a dolgokra, de mindaz, amit tenni kell, az, hogy tudnom kell, hogy mi megyünk keresztül, mire van szükség, és valójában az, hogy én mi az, amiért én reklamálok, az csak akkor lehetséges, hogy én tudom, hogy minden mást megfelelően elrendeztem,
hogy ez a, hogy valóban el legyen foglaltatva az én követelésem fölfel a teremtő felé. Tehát nekem, nagyon komolyan mondom, hogy Rav, tehát teljes komolysággal, tehát nekünk úgy kell, tehát úgy kell elfogadni, mintha egy, lenne egy osztály odafőn, aki elfogadja a követelésemet, és kérésemet, de nyilvánvalóan megvan határozva, hogy ezt milyen alapokon fogja elfogadni. Tehát nyilvánvalóan, hogyha például kérek valamit a lakásommal kapcsolatosan, akkor ki kell töltenem egy formulát, és annak megfelelően fogják elbírálni a kérésemet. Tehát az, hogy elfogadják, hogy nem fogadják el a követelésemet, a kérésemet, és törődnek-e vele, de attól függ, hogy én hogy teszem ezt fel. Helyes módon fogalmazom-e meg? Tehát a ti problémátok mindannyiatoké, okay. Én nem tudom magyarra, hogy kik vagytok, meg ki és sóvároktok. Tehát nem tudom, hogy megfelelő helyre adtátok ebbe a kérdéseteket például, nyilvánvalóan miért nem mentek át akkor a helyes osztályhoz, miért nem próbáljátok meg helyesen megszervezni a kérdéseteket annak érdekében, hogy megkapjátok a választ. Mintha nem is akarnátok leírni helyesen a kérdéseket, mintha nem akarnátok megkapni még ezt a helyes formát. Miért sóvárogtok? Tehát mindegy csecsemő, aki sír, tehát követel, vagy pedig alszik, ugye? Hát nyilván ezt nem lehet megtenni. Tehát képzeljétek el magatokat, meg a barátokat, mutatja arra egyébként ezt ülve, hogy ültök benne egy sötét helyen, és jajgattok felfele. Tehát nyilván nektek úgy kell erre tekintenetek, úgy kell elképzelnetek. Tehát, hogy ez az ábrázolás megadja nektek a valódi problémát, és nincs annak a megértését. Tehát hogyan tudtok odafordulni, ami történik, miért van szükségetek a segítségre? Tehát olyan, mintha lenne egyfajta, tehát képzeljétek, hogy van egy ügyintéző valami magas szintű irodában, és nektek megfelelő módon kell elrendeznetek a kérést, hogy föl tudjátok emelni ezt a kérést megfelelőre. Mert ha nem így csináltok, akkor miért sírtok? Oké, tehát akkor most kérdezem, két dolog van itt. Tehát egyszer van az idő és a felgyorsítás. Akkor mit kell tennem nekem, hogy felgyorsítsam, hogy az életem egyszerűbb legyen? Az idő felgyorsítás jelzni, még nem akarjuk egy először. Nektek meg kell tanulnotok, hogy hogyan kell az úton haladni, hogy föl tudjátok gyorsítani. Oké, de akkor milyen gondolat az, ami felgyorsítja? Mi az eszköz, ami felgyorsítja? Mi a jelentése a felgyorsításnak? A kérés, mondja Rav. Na jó, de hát ön beszélt a kérésről már korán reggel. Nem, mondja. Mutassátok meg nekem pontosan azt a helyet, ahol ez a törés megfogalmazásra engedi ezt a kérést. Tehát én nem tudom neked megválaszolni még, hogy mi a részlet ennek. Tehát nincsenek elrejtve rőled, semmi nincs elrejtve. Én ezért mondom neked. בקשות בלבד. אין אף דרישה מלמעלה. Tehát mi marad a te számodra? A kérés. Az egyetlen hely a kérés, ami marad a számodra. Tehát nincs semmilyen igény arra fentről, hogy tegyél valamit. Ezek a szavak, amik arra irányulnak, hogy tedd meg, meg kapcsolódj össze, meg csináld, ugye a csinálás, így fogsz előadni, ezek mind, és kizárólag nélkül a te szándékaira vonatkoznak, hogy te megtedd a cselekedetet a teremtővel egy segítségével. Tehát nem úgy van, nem, az Isten segítség nem azt jelenti, amit az utcai ember mond erről, hanem az, hogy neked megjelenik a kérésed, mert érted pontosan, mit kell tenned. Mint ha lenne ott egyfajta ügyintézői osztály, akik a tömegkéréseit kezelik, ugye legyen egy ilyen. Tehát, hogyha a te kérésed az helyes, akkor ők továbbítják a végrehajtási osztálynak, mondja a egy ilyen városháza, hogy működik. Tehát az, hogy ezt, ha nincs helyesen kitöltve, akkor visszaadják hozzád a kérést, és nem fog történni semmi.
De ha pontosan van kitöltve, akkor teljesedik. Tehát te nem vagy a cselekedetnek az ura. A cselekedet az a kérés. Az az egyetlen, ami igazából a tiéd. Csak az a kérés. Semmi túlmenően, semmi ezen túlmenően nincs. Tehát nézzetek meg, mennyire egyszerűek az dolgok, mennyire csodálatosak. Nézzetek meg a kisgyerekeket. Ők mindig kérnek. A kölykök szívják a nyakamat, mondja, és nyomás alá helyezik a felnőtteket, hogy tegyenek meg mindent, amire szükségük van. És ez az, amit a teremtő is vár, hogy kérjünk, állandóan kérjünk. Ez az, amikor a fiaim legyőztek engem. Ugye ez a Nitzachon szóból a győzelem jön, tehát nyilván azt jelenti, szóból származik, hogy legyőznek engem. A legyőzés az azt jelenti, hogy sikeres lettél. Tehát te minden erőddel túl tudsz kerülni az alapvető formulán. Hogy valóban, erre mondja azt, hogy az én fiaim legyőztek engem. Oké, mondja Cika. De úgy lehet a teremtő az én erőm? Hát a kérés által. Na de, ha kérek, akkor nekem adja teremtő az erejét. Persze, mint hogy egy kis csecsemő sír az erőjének, és sírnak. És mivel te képes-e sírni, magát hallgatott, hogy választ is kapsz. A teremtő ugyanis neked erőnyt akar adni. Azt akar, hogy amit neked készített elő, azt megszerez. Azt akar, hogy használd őt. Mert pontosan ezen a módon lett minden megteremtve, és természetesen az erő, ami az implementáló működéshez kell, ez abban nyilvánul meg, hogy mi vagyunk azok, akik imád kell, hogy emeljünk, ez a mi munkánknak a lényege. Tehát ennyi. A kérés, a felsírás, azt is jelenti, hogy nincs más ezen kívül. Tehát, hogy ti akartok valamit magatoknak, olyan akartok, mint egy csecsemő, aki nyilván magának akar valamit, de ez nyilván nem fog működni. Azaz, nektek úgy kell végezni a munkát, mintha az a teremtőjének a munkája lenne, ugyanakkor helyes módon kell kérnetek, hogy tedd meg ez, uram, tedd meg azt, uram, cselekedj itt, cselekedj úgy, és akkor ebből megtanuljátok, hogy mire van szükség valójában, és hogy kell ezt csinálni helyesen. Mert ez mind keresztül ömlik rajtatok. És egy nagyon érdekes dolog történik. A teremtőnek a munkája bennünk történik, rajtunk keresztül történik meg, és azért belül megváltoztat dolgokat az emberben. Más minőségeket, érzelmeket, megértéseket ad. És akkor látni fogjátok, hogy a világ állandóan változik. De ez a munkának a lényege. A te kérésednek megfelelően. Tehát nektek arra van szükségetek, hogy kérjetek, hogy igazából mit akartok? Ennyi. Ez annyira nehéz. Ez csak akkor nehéz. Egy dolog miatt nehéz. Mert ha nem vagytok összekapcsolódva, akkor nincs vágyatok erre a kérésre együtt. Mert hiszen az ember együtt nem tud csinálni semmit, ezért legalább két ember kell, vagy legalább 10. Minél többen vannak, annál jobb. De hogyha ilyen módon stabilizálják a kérést, akkor megtörténik. Tehát itt van, ebben a pillanatban, a következő pontban pedig. Következő pillanatban pedig egy másfajta eltérés, meg akkor újra kérsz, és ezáltal tényleg olyanná válsz, mint egy gyerek, aki fogja a gyerek az apjának a kezét, és millió dolgot kérdez, és kér. Ezt a játékot kérem, azt kérem, amaz kérem. Ez az, amit a teremtő elvár tőlünk. Ugyanezt a dolgot várja el tőlünk. Oké, na itt vagyok én, meg a többiek. De én nem tudom, hogy mit jelent az, hogy... Tehát én ebben a világban élek, még mindig nem tudom, mit kérjek, hogy kérjem a kölcsös gázit a világban. Oké, de mit jelent ez, hogy add meg nekem... Add meg nekem, hogy a hadélyekben is, meg a spőtársban is. Oké, de ez a működheti a kapni akarásomat is. Oké, na de a gonosz nekünk is tóra, mondja le. Oké, na de akkor... Hogyan... Tehát akkor nem értem, hogy tovább lépni. Oké, kerülj még jobban szervezetté, és kérjed Istentől.
Természetesen ki tudja, hogy hogy kell a teremtőhöz fordulni. Nyilván nem a szakszervezetekhez fordulni, mindig a teremtőhöz kell fordulni. Tehát a világban ő az egyetlen, aki be tudja teljesíteni azt, amit kérsz. De ahogy nekünk megjelenik a lehetőség, hogy a teremtőhöz forduljunk, és kérjünk tőle, nyilván ezzel kényszerítjük arra is, hogy segítsen. De ezt tudnunk kell, hogy kérjük ki a kikérésnek a formuláját, hogy ezt elmondtam, az űrlapját. Tehát nekünk látni kell, hogy mi egy, hogy a teremtő az, aki az egész világot uralja, és ő rendezel mindent, ami számunkra. Tehát nem arról van szó, hogy te köteleződöd bármire, hogy ez történjen, vagy az történjen a te érdekedben. Te azzal szembesülsz, hogy a teremtésnek milyenek a tervei, és hogyha helyesen elrendezted a kérdésedet, a fény azonnal elkezd működni és dolgozni. Tehát nincs olyan, hogy történik valamilyen döntés, és nem jelenik meg a vágy. A vágy az, hogy a teremtmény adjon a teremtett lénynek valamit, nyilván ez alapvetően el van rejtve a teremtésben. Tehát mi az emberi nyelvet beszéljük itt, amely azt nézik, hogy nekem kérnem kell, és akkor ő pedig az, amit ki akar is nekem adni, mert ez az egyetlen vágya, és ilyen módon ez az én imámhoz fog kapcsolódni, nekem fog az imámra válaszként megérkezni. Nekem kell elrendeznem, hogy ez megtörténhessen, de ez pont arról szól, hogy én mennyire tudtam fölélmekedni egy valóságnak, amelynek meg kell történni az, hogy ez működjön. Ennyi. Hát nézzétek meg, hogy ez mennyire egyszerű. Tehát üljetek le, és ismerjetek fel, hogy hogyan tudunk mi helyes módon elrendezni egy kérést. Tehát mire van szükségünk? Az árvútra, a kapcsolatra, arra, hogy megértsük, hogy ki fordul kihez, hogy tudjuk ezt megtenni. Hogyan lehet még jobban stabilizálni bizonyos dolgokat, hogyan lehet helyes módon megformálni dolgokat. És ez a man, ez az ima, ez valami olyan, ami nagyon nagy erejű, és valóban, mint egyfajta lufbalom megy föl a felső fényhez. És nekem csak egyszerűen ki kell kényszerítenem ezt. Semmi másra nincs szükség, mint a helyes kérés. A probléma az, hogy nekem az tiszta szívemmel kell ezt kapcsolódnom, tehát ez akkor fog megadni nekem, amire igazán szüksége van. Tehát, hogyha nekem megvan ez a fajta vágyam, ami azt jelenti, hogy az én vágyamat hozzáigazítom az ő vágyához, akkor valóban kinyitom ezt az átjárót, vagy ezt a csapot, ami ugye rajtam keresztül majd fényt ad a szinteknek. Ez így működik. Rav, ez igaz, hogy addig, amíg nem érezzük a világ fájdalmát és hiányát, nem leszünk képesek kérni a kölcsönös garanciát? Tehát akkor lehet, hogy a világ fájdalmát nem érezzük eléggé? Igen és nem, mondja rá. Ez attól függ, hogy milyen állapotban és milyen állapotról és milyen szintről beszélünk. A pillanatnyi helyzetben, mondja rá, állapotban nyilvánvalóan rengeteg problémánk van, amit érzünk, és fájdalmat annak érdekében, hogy a teremtőhöz tudjunk fordulni, válaszér. Ez ma már itt van, megvan. Tehát nyilván ezt egész nap kérni kell, ez igaz. Tehát különben nem leszek képes aktiválni különböző kéréseket, tehát annak érdekében, hogy ez megtörténjen, hiszen nem tettem én semmi jót sem egész addig, amíg nem csinálok az árvot, de hogy az nekem, hogy én aktiválni tudjam azt a kapcsolatot, amit árvotnak neveznek, és magamra vonjam a teremtő válaszát ebben a kapcsolatban, ez a dolognak a lényege. Ez az adakozásnak az erejének a magáévonását jelenti, nyilván magamnak is az egész világ. Tehát mi történik, amikor az ember, aki az úton van, érti az intellektusával, és egy csomó dologgal, egyetlen mód, ahogy ezt az anyagot kezelheti, a kölcsönös garanciát, az csak ez lehet.
Oké, okay, megteszem a saját részemet, a saját munkámat. Oké, okay, mit jelent az, hogy megteszem a saját munkámat? Mit jelent ez? Ez az, aminek valamilyen módon meg kell tölteni. Mit jelent ez, hogy az én részemet? Te kötelezed magad, hogy az egész csoport az árvodba viszed, ugye? Igen, rendben van. Tehát mindenek előtt én megpróbálok egy példakép szolgálni, mondja a srác. Ez egy dolog, igen, ez igaz. És másodszor pedig megpróbálom a nagyszerűséget a barátok elé emelni, és valóban megpróbálok cselekedeteket emelni, hogy mindenki érezze belül. Ez elég? Meglátjuk, talán. Mit jelent az, hogy talán? Hát nem tudom, amit mondasz. Lehet, hogy akkor még több problémát fedsz fel, de előtted ott van az út, és nincs más szükség, mint cselekedetekre, amelyek a szenvedés útján járnak, járatnak téged, vagy az egyszerűbb és tisztább módon, amit a Tóra útján neveznek. Tehát valóban neked kell választanod a felgyorsítást, magától nem fog megtörténni. Miért választanád az időben való eladást, a totyorgást? Hát ez az, amire szükség van. De mielőtt felgyorsítanád az időt, neked kapcsolódnod kell a többiekhez, és biztosítanod kell, hogy csinálsz magadnak egy barátot, és elrendezd mindenféle dolgot magad köré. És akkor valóban a felgyorsított dologgal, ezt vagy azzal túllépsz ezen vagy azon, mert különben csapásokat fogsz elszenvedni, ürességet. Egészen addig, ameddig a csapások hatására, amelyek növekedni fognak, azt nem mondod, hogy oké, okay, hát ez nem a felgyorsított út, akkor miért nem azt veszem, miért nem azt az utat veszem, mert itt fáj minden? És akkor nyilván akkor elfelejtette magad, hagytad ott ezt az utat, és akkor nyilvánvalóan ebben az életedben, vagy a következő életcikusodban teljesítesz az életed. Mi az, amit akkor csinálni kell? Nyilván ahelyett, hogy a csoport nagyszerűséget magára vonat, hogy befejezse a teremtő felé, a csapásra fognak téged irányítani, amelyek a teremtő nagyszerűséget mutatják majd meg. És azt fogod érezni, hogy itt nekünk ugyan egyesülnünk kell, össze kell kapcsolódnunk, el kell jutnunk valahogy. De miért? Mert a hamasszal állunk már szemben, és ezt hívjuk az időben való előadásnak. Nyilván nem hallottam előtte, hogy a hamasz miatt nekem egyesülünk a többiek, hát dehogy nem, gyerek. Csak azok, akik ebben az úton járnak, lusták. De amikor a hamasz egy kicsit távolabb kerül, mert neki, mert nyilván neki is megvan az ereje, hogy segítsen nekünk felgyorsítani az időt, akkor az ember lelassul, és akkor nem kezd törődni azzal, amivel törődnie kéne, és akkor a fény az úgy néz ki, mintha egyre jobban adná azt, amire szükségünk van. De miután a fontosság, hogy ezek a dolgokat összekapcsoljuk és biztonságban legyünk, most kell eljutnunk ahhoz a ponthoz, hogy ezt mind be kell teljesíteni. És akkor mi történik most? Nyilvánvalóan csapások jönnek újabbak és újabbak. Azért, hogy egyesítsenek bennünket ezek a csapások. Hát lehet, hogy intifádat fogunk érezni, de bizonyos, hogy hogy az, amik megjelennek az életemben, a csapások, meg problémák, ezeket azok engem jelennek ki, aki hibáztató vagyok, hogy nem oldottak meg problémákat. Ki más tudná ezt megoldani? Tehát nekünk állandóan, mi állandóan bajokat teremtünk magunknak, hogy azért, amit a teremtő aztán arra használ fel, hogy együnket előre nyomjon a cél irányába. Hát mit tudunk tenni? Ilyenek vagyunk. Tudunk ezzel kezdeni valamit, vagy nem? Tehát hogyan tudnánk másképp terjesztenek abból a bölcsességét, hogyha mi magunk is nem látnánk, hogy lusták vagyunk. Tehát azt látni kell, hogy mi mindig a felgyorsítás és az időben eladás útján vergődő. Az, hogy aktiválni tudjátok az imát, azáltal tudtok a felgyorsításra kerülni. Tehát nyilvánvalóan, hogy a felgyorsítás útja az az állandó ima útja is. Tehát
hogyha a gyerekeket megkérdezte bizonyos dolgokról, látszik, hogy mit fontos nekik, mi nem fontos nekik. Valami nagyon fontos, de nincs rá szüksége. Akkor is megpróbálja kikövetelni magának. Ez az. Ennyi. Tehát nekünk a teremtő felé kell fordulnunk, úgy kell viselkednünk a gyerekkel, úgy kell viselkednünk a teremtővel, mint egy kisgyerek, hogy viselkedik velünk. Tehát nekünk, de okos gyereknek kell lenni nyilvánvalóan azért, hogy a nővereink és a testvéreink, akik a hátunk mögött állnak, azok, meg az apa, meg az anya, azok is megkapják, amire szükség van. Tehát ez egy hatalmas belső munka, amit el kell végezni. Na jó, de ahhoz, hogy megértsem, amiről ön beszél, hogy minden nap megújuljak, minden nap átszervezem, hogy mit kell tennem, amennyire csak lehetséges. Nyilván akkor állandóan le kell jutnom az az állapothoz, ahol képes leszek azt az erőt kérni, hogy fölemelkedjek bármilyen állapotnak, és képes legyek kijönni az önszeretetből, és hogy képes legyek előre feladni. Igen. Ez a kérésnek a kérés lényeg, ez a legfontosabb dolog, hogy kérjetek, lényegtelen, hogy címzitek meg, lényegtelen, hogy hogyan kérjetek. Hát az imát állandóan újra kell írni, mind a 125 szinten, ami előttünk van. Tehát ez egy folyamatos átírás az imának, upgrade-elése. Tehát, hogy az imának az alapja micsoda? Az ima önmagában, az annak az eszköze teremtő megjelenje számunkra, és hogy miután mi ellentétes természetűek vagyunk vele, ezért a teremtő felül van, én alul vagyok, és köztünk pedig az a hatalmas szakadék. Tehát hogyan lehet mi előre? Hogyan haladunk előre? A legfontosabb dolog az ez, hogy képes legyek minden egyes nap ezt a döntést beöltöztetni és kérni. Ez nagyon fontos. Ám ebben a nehéz. Ez könnyen megérthető. A csoportban való munka az egyszerűvé válik, ha ezt betartjátok. Ugye a Rabbi Simonnak a tanítványát nézitek, majdnem megették egymást. Tehát ez egy aspektus a munkának, és ilyen módon lehet elérni azt a fajta állapotot, a szeretetnek azt az állapotot, ahol már nem is érzik magukat, csak a többieket. Ez már a másik oldal lesz, és a két oldal között ez lesz az egyetlen pont, amivel megtartjuk önmagunkat. Tehát meg, hogy értsük, hogy ezek a dolgok valóban itt vannak az órunk előtt, minden pillanatban. És neked állapotot lehet váltani ezeken a dolgokon keresztül. Na, akkor még egy kérdés a tengentúról. Motimor Eilatból kérdezi. Tehát azok, hogy kérik, ezt most nem értettem, ezt a kérdést, ne rúgjatok. Tehát a kérés, mondja Rav, az a teremtő felé, annak állandónak kell lennie. Tehát nekem állandóan ez a kérdéshez kell tapadnom, hogyan tudom ezt megtenni azáltal, hogy követelek, hogy felé fordulok. És ezáltal én valóban a csoporthoz fordulok, ahogy csak tudok annak érdekében, hogy helyes módon címezzem a kérdést. Tehát röviden. Értetek, hogy hogy kell csinálnatok napközben? Tehát azt kell végig gondolnatok, hogy hogyan tudjátok aktiválni a helyes imát. Oké? Okay? Ezzel pedig minden megtörtént. Kiépítettünk az árvutot, ezt azt a helyet, ahol a barátokról való gondoskodást megtervezhetjük, és ahol eljuthatunk a teljességhez. Tehát most nyilván ez az a cselekedet, ahol érezhetjük, hogy mi is történik velük. Ezek az árvút. És akkor mi valóban megteszünk a megfelelő cselekedetet, felemeljük a kérést, és látni fogjuk a végeredményt is. És akkor állandóan kapcsolatunk egymással, a megerősítésünkkel, és láthatjuk, hogy ez a valóság hogy áll össze, és hogy épül felülről lefele, és hogy mit nyilvánít ez meg.
Tehát akkor már építsük föl ezt az imát, és ehhez pedig ma bejelentések jönnek. Tehát néhány bejelentés, bevezető lecke sorozat, 27-én, Áskedoci Centrumban. Ez egy izgalmas lecke lesz, az Kabbala alapjairól következő csütörtökön, aminek a címet, ez számunkra annyira nem izgalmas, tehát belső kulcs, ez megint a Kabbala Alám szervezet hívja az embereket az életértelmének felfedezésére, ez is csütörtökön lesz, Tel Aviv, Jeruzsálem, Haifa, Netanya, Berseba, Ashkelon városaiban. Mi mindenkit hívunk, az otthoni nézőket, hogy csatlakozzanak a 66-os csatornához, és nézzük meg egy klippet. Mi érezzük a nyomást. Tehát, ha valamit nem adunk a világnak, akkor valami hiba. Minden embernek látnia kell ezt. Szakarom látni, hogy mindenki sír, mindenki mennyi pénze van a bankban, nekünk meg kell tenni a dolgunkat, Izrael, mi vagyunk. Tehát szeress fel a barátom, hogy önmagad, minden egyes nap, minden egyes reggel, bocsánat, össze kell kapcsolódnunk a 66-os csatornán. Ez a kabbalista nézőpontból Izrael szerepe. Tehát ez egy különleges csatorna erre szentelve, és ezzel befejeztük, mindenkinek szép napot. יוצא אל הרחוב, מתערבב בתוך כולם. מי צריך את מי יותר, אני או העולם? Here we are, you should come along. With one voice, we can spread this song. Bring down the walls, you know. Together we cannot be wrong. Теперь я точно знаю, все мы соединены. Любой вопрос решаем, если вместе будем мы. Жизнь она как сказка, если мы одна семья. Бесконечно прекрасный мир и 7 миллиардов я. Here we are, you should come along. With one voice we can spread this song. Bring down the walls, you know it won't be long. When we're together we cannot be wrong. Dirigimos a un deseo por la unión. Todas las puertas se abren al abrir tu corazón. Nada es imposible cuando hay fuerza y voluntad. Juntos bailaremos hasta la eternidad. Here we are, you should come along. With one voice we can spread this song. Bring down the walls, you know it won't be long. When we're together we cannot be wrong. Here we are, you should come. We cannot be wrong. When we're together, we